Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Sarinra kerül egy sor, egy nagyon elfeledett karakter, valamiért a játékosok nem használják, pedig egy nagyon elképesztően durva karakter tud lenni, az egyetlen női tank karakter, azt kell, hogy mondjam, és sajnos játékosok ritkán használják, pedig hihetetlenül effektív, hihetetlenül egyszerűvé teszi a játékot, tehát gyakorlatilag mindenfajta játékot hihetetlenül egyszerűvé tesz, de valahogy mindig a nehezebb utat választjuk, és hál' Istennek, hogy a játékosok nem választják annyiszor szerint, mivel hogy ez a karakter nagyon OP, és még a végén ezt is ledörfölnék, mint a meget, mert hogy nehogy már valami OP legyen, mert nekünk mindig a nehezebb kell, ugye? Hogy megkillodjunk érte. Na most a Sarin az OP, úgyhogy ne használjátok a Sarint, mert OP, és még a végén őt is nörfölni kellene. Na, megszerezni Sarint a Sednán lehet, a Mero küldetésen, a Killadel Time-ot kell leölni. Az maga a Sedna egy nehéz bolygó viszonylag, viszont magát a bosszolóért nagyon könnyű leölni, úgyhogy gyorsan odarásolod, gyorsan lelövöd vagy lekordozod, de könnyen ki lehet farmolni végül is szerint, és egy nagyon jó karaktert nyertsz vele, azt kell, hogy mondjam. Főleg, mert valami hihetetlenül nagy csacsaget bámulhatsz. Képességére rátérve, az első képessége a Venom, ami gyakorlatilag így kilői magából ilyen méreg, igen, Sarin ilyen méreg karakter, ugye, kilő magából egy ilyen méreg valamit, azt rálövi az ellenfélbe, azon ilyen daganatok lesznek, amiben ha belelősz, azonnal meghal az ellenfél, nem beszélve arról, hogy tovább fertőz, tehát több ellenfél van a környéken, az őket tovább fertőzi, és így tovább gyakorlatilag egy jó pár ellenfélen keresztül hatékony, tehát gyakorlatilag, és 60 méteren, és 16 méteren, tehát 60 méterig hatékony ez a képesség, az nagyon-nagyon-nagyon nagy, mármint széles terület, és 16 méteres a rádiusza, szóval elég nagy területen képes vagy mérgezést okozni, és szinte egy golyóval ölni mindenkit, nagyon jó képesség. Amúgy csak időhatára van, egy 15 másodperc időhatár, de a Warframe világán belül, mint mondtam, ez egy hosszú időhatár, azt kell mondjam. A második képessége az a Moltnak hívják, gyakorlatilag egy másolatot hagy magáról, aminek van egy 500-as élete, és felrobban, ami egy 200-as sevez, és ez középszintig, vagyis egy ilyen 20 szintig, ez megöl mindenkit gyakorlatilag, aki a környéken van, és nagyon effektív, 20 másodpercig tartana alapból. És az az igazság, hogy van egy 10 méteres robbanási rádiusza, és az az igazság, hogy nem egy vészesen rossz dolog akár erre is építeni, mert oda gyűjti maga köré az ellenfeleket, legalábbis a jó részüket, Sarin nagyon hatékony infested ellen. Szóval, hogyha netán infested ellen buildelnéd ki Sarint, akkor ez a képesség igen hasznos tud lenni, mert ugye oda bevonza az összes infestedet, és akkor egyszerűen robban egy nagyot, és gyakorlatilag megvan oldva a dolog, de viszont, hogy Sarinnak van egy ettől sokkal hasznosabb képessége is, amivel igazán nagy kárt tud tenni az ellenfélben, de majd rátérünk arra. A harmadik képessége az a melee weaponökre hat, vagyis a kardokra, ugye, mérgezést ad, extra mérgezést ad a kardoknak, 75%-kal többet, elképesztő adat, egy 20 másodpercig alapból, szóval ez is hihetetlenül sokáig tart a Warframe világen belül, szóval gondolj végig, ha Sarin netán időre húznád, olyan mérgezést kap a kardot, hogy hihetetlen, nem igazán tudnak ellenállni neki, szóval 75%-kal plusz toxin, és ha netán még mondjuk egy korpusz ellenmész, akik érzékeny is a toxinra, és egy magnetik és toxin keverékű kardod van, és ez még rárak a toxinra, akkor nagyon durva dolgokra lesz képes. Az biztos, szóval a Sarin képességei eleve az 1-es, a 2-es, meg a 3-as is már megvan a maga OP része, mert nagyon durva adatai vannak. Az ultimate képesség az durva, az csak 15 méteren hat, viszont eléggé durva korrozív damage-et ad, tehát egy ilyen 375-ös strength-et ír, gyakorlatilag egy 4 másodpercig
ami felszorozva 4, tehát 4 másodperc szorozva 375 1875 damage. Az Ashe-nek az ultia sebez 2000-et gyakorlatilag, de nem lehet összemérni a Sarinnak az ultiával, tehát a Sarin olyan szinten OP-t, tehát így tényleg is szó szint a játékon megsemmisíti az ellenfelet, eltűnik, tehát spórák lesznek az ellenfelekből. Nagyon durva corrosive damage, nagyon hatékony infested ellen, igazából hatékony mindenki ellen, de a leghatékonyabb a Green Air, ugye, és az infested ellen van. Nos, aki Sarint választja a karakternek, legtöbbször erre a képességre húzza, tehát kihúzza az effektivitást, kihúzza a range-et és az erőt, és inkább a range-et, mert meglátjátok az én buildemet, egy nagyon ismerősömtől kaptam, nagyon hatékony Sarin build, range-re van húzva, damage-re és effektivitásra hihetetlen módon hatékony ultimate képesség. És ugye az idő le van véve az én buildemben, tehát az én modolásomban, de mivel hogy kevés energiába fog kerülni az, hogy elkapcsoljam az ultimate képességet, ez hihetetlenül nagy damage-et lehet vele csinálni, tehát ez nagyon durván hatékony. Vannak egyébként jó augment modok is egyébként Sarinra, például, hogyha hármas képessége ez a Contagionhoz, van egy olyan Contagion Cloud, ha millivel lősz ki, és két másodpercig, bocsánat, nem, de 150%-os damage-et fognak csinálni ez a gázfelhő, ami a kardot körül van gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon gyakorlatilag nagyon hatékony karakter tud lenni, maguk az augment modok is nagyon jók, gyakorlatilag rá egy OP karakterről beszélünk, akivel nagyon sokáig túl lehet élni mindenfajta küldetésen. Mindenfajta küldetésre el lehet venni Survivor-re, Defense-re, akár Spy-ra, Rescue-ra, egyszerűen olyan szerintem, mert területen sebez, a falak nem állítják meg, és így gyakorlatilag aki az útjában van, az bárki gyakorlatilag meg tud semmisíteni, úgyhogy most jöjjön Sarinnak a modolása. Hát igazából elég egyszerűre fogtam, illetve nem is fogtam, ezt a buildet kaptam egy ismerősömtől, úgyhogy közfalkon nagyon hatékony build, nagyon ütős és magasabb szinteken is még mindig nagyon jól megállja a helyét, úgyhogy ezt a buildet akár egy az egyben lemásolhatjátok, mert nagyon jól. Szóval Rejuvenation Aura modnak, mert az megy bele. Flow, Transistent Fortitude, Streamline, nem kell egy fullos, elég csak egy két csillagos. Fleeting Expertise, Vitality, Intensify, Stretch és Overextended, és mindezzel mit nyertünk? Egy 115%-os erőt, 235%-os range-et, tehát olyan hatalmas range-ben és olyan effektivitással öli az ellenfeleket, hogy ez hihetetlen, és egy 175%-os effektivitással nagyjából 25 pontba kerül, hogy elhasználd az ultimate energiádat, szóval gyakorlatilag spamálni tudod, egész köröket, egész defense köröket tudsz lehozni csak ezzel a képességével, úgyhogy nagyon érdemes a Sarint ekköré build, de egy nagyon jó build, és hát nem is gondoltam volna, hogy ennyire hatékony lesz annó, amikor megkaptam ezt a modolást Sarinra. Nos, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tetszik ez a karakter. Azt hiszem egy nagyon alábecsült karakter, de nagyon hatékony valójában. Van még egy-két ilyen karakter a Warframe-on belül, majd őrájuk is rá fogunk térni. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!